Jó estét kívánok! Újabb tüntetés volt Jerevánban a külügyminisztérium és a magyar tiszteletbeli konzul irodája előtt. A több száz tiltakozó letépte és felgyújtotta a magyar zászlót. Örményország tegnap megszakította a diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal a gyilkosság miatt életfogytig tartó börtönre ítélt Ramil Safarov azeri katonatiszt kiadatása miatt. Közben egy azerbajdzsáni hírportál számolt be, hogy lövöldözés tört ki az örmény-azeri határon, miután Magyarország kiadta a baltás gyilkost. Az örmény katonatársát lefejező Safarov nemzeti hősként tért vissza hazájába, ahol kegyelmet kapott, majd elnöki rendeletre elő is léptették. Hivatalosan bejelentem, hogy a mai nappal felfüggesztettük a diplomáciai kapcsolatokat és mindenféle párbeszédet Magyarországgal. Ezt jelentette be az örmény elnök Jerevánban, az ENSZ tagállamok nagykövetei előtt, akiket felkért, hogy személyes üzenetét sürgősséggel jutassák el az általuk képviselt kormányokhoz. A legsúlyosabb diplomáciai szankciónak számító lépésre Ramil Safarov azeri rasszista gyilkos katonatiszt kiadatása miatt került sor. Jerevánban tüntettek a magyar képviselet épülete előtt is. A felháborodott tiltakozók az örmény áldozat Gurgen Margarian képét emelték a magasba, majd paradicsommal dobálták meg a konzulátust. A tüntetők letépték a bejárat feletti zászlót is. A Magyarországon elítélt Safarovot nemzeti hősként fogadták Azerbajdzsánban. Az elnöki kegyelem mellett soron kívüli előléptetés, ingyen lakás és 8 évi illetménynek megfelelő pénzjutalom várta a gyilkost. Azerbajdzsánban azt állítják, hogy Safarov kiengedését személyesen Orbán Viktor hagyta jóvá, amikor Bakuban tárgyalt Alijev azeri elnökkel. Titkos tárgyalások zajlottak körülbelül egy éve Azerbajdzsán elnökének szoros felügyelete mellett. Ilham Alijev felügyelte az azeri és a magyar hatóságok közötti tárgyalásokat. Az ügy megoldásában kulcs szerepet játszott az a megállapodás, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök látogatása alatt sikerült elérnünk. Ramil Safarov kiadatása Azerbajdzsán elnökének eltökéltsége és kitartása nyomán történt meg. Barack Obama is aggódik a Ramil Safarovnak adott azeri elnöki kegyelem miatt, és Washington arra kéri Budapestet, magyarázza meg, miért döntött úgy, hogy hazengedi az azeri katonatisztet. Erről a Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsa, valamint az amerikai külügyminisztérium szóvivője adott ki közös közleményt. Ramil Safarov 2004. februárjában gyilkolta meg örmény katonatársát. Az azeri férfi a NATO békepartnerségi programja keretében tanult Magyarországon. A vád szerint 2004-ben egy éjjel baltával agyonverte alvó örmény katonatársát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kollégiumában. 2007. februárjában ezért jogerősen életfogytiglani börtönre ítélték, előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberülés és emberülés előkészülete miatt. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. 2004. február 19-én az azeri Ramil Safarov így gyilkolta meg brutálisan örmény katonatársát, Gurgen Margarjant. A két katona a NATO partnerség a békéért program keretében jött Magyarországra. Safarov azonban nem a megbékélés miatt érkezett hazánkba, sőt, már ideérkezésekor elhatározta, hogy örményt fog gyilkolni. A férfi a két ország közötti konfliktussal indokolta tettét. Safarov elmondása szerint az örmények gúnyosan mosolyogva úgy viselkedtek, mint egy győztes hadsereg tisztjei a legyőzöttekkel szemben. Safarov azt mondta, az örmények összesen 6 alkalommal provokálták őt és társát különböző módokon, és bár a személyét érintő sértéseket elviselte, de amikor az egyik örmény az azeri zászlót, nemzeti jelképüket és nemzeti értéküket gyalázta, úgy érezte, ezt a tettet ellentételezni kell. A férfi ezután vett egy baltát, és február 19-én azzal lépett be örmény katonatársa szobájába, majd többször Margarian fejére, nyakára, mellkasára és végtagjaira sújtott. Az áldozat fejét majdnem elválasztva testétől. Az örmény katonatiszt a helyszínen belehalt sérüléseibe. Életfogytig tartott egyház büntetésre, és 10 évi a Magyar Köztársaság területéről kiutasításra ítélik. Safarovot 2007. februárjában jogerősen életfogytiglani börtönre ítélték, előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és emberölés előkészülete miatt. Azóta magyar börtönben töltötte szabadságvesztését. Azerbajdzsánban egyébként a gyilkosság óta nemzeti hősként tisztelték Safarovot.